Üdvözlök ismét mindenkit! Mondtam, hogy a mai napon ismétlések lesznek. Ott a bevezető. Most jött a következő téma. Legyen a szokás szerint a leszoktatása filmek meg a sorozatok nézéséről. Ez olyan némbetegségnek számít már, hogy szóval időben nagyon sokan a filmet, sorozatot néztek. De a szalidőt úgy kell képzelni, hogy van egy 5 perces szünet. És akkor is megfonni és felcsavarni a virtuális világot, és bámuljátok. De ez, látok, megszokás. Az egész. Ugyanezt a témát megszoktatták volna már 22 évvel. Ezelőtt is kell képzelni, hogy 8-ból 4 oroszából 2 oroszán át mindig kellett néznie. Hogy jártam? Még kisebb koromban, én oldásoromban 2 naponta 2 oroszát kellett néznie rajzfilmeket. Mindenki tudja, hogy a rajzfilm egyik legkárosabb az 5-6 évesre. Nagyon káros. Máshol be vannak. Tiltva már? Nincsen. Ez is az egyik. De erőszak. Szakasz oktatásnak. Látni, hogy kezd már virágozni a fák. Mikor máma is fagyott. És itt van. És nem tudják nagyon sokan felfonni. Mikor is kell termelni. Lehet még miket? Nem. Nagyon sok. De nem volt ilyesmi. És itt van már 4 évesen. Rá akartak szoktatni arra, hogy szóval időben nézzek rajzfilmeket. Ami abszolút nem sikerült. Hát én rajzfilmeket nem néztem senkor az életemben. Semmilyen VHS kazettám nem volt rajzfilmek. Lennének? De egyszerűen képtelen voltam megromlani. Megkérdezték a nas iskolába. Figyelj, ezt az nézek a rajzfilmek. Mondom, nem. És akkor kellett látnom hókefélkét és a 7 törpét meg kellett nézni. Hát nem voltak addig. Nem volt. Azért nem volt. Mert akkor is volt logikám. Tudtam azt, nem jó. Ilyen mesebeli világ. Élni valójában a... Más van mindig, mint ez a képzelt öröm. Adó izgalmakat, kerégítéseket, elvégeztetéseket. Mind-mind nem érezeteket, hanem inkább elvégeztetéseket. Annak ezek a filmekre, meg a sorozatok, meg ilyen vacak, szociális, mind a szintek nézegetése napi szinten. Megint csak a pillanatnyi öröm, a jelen idő, és senki nem törődik a múltban, meg a jövő éve.
sok minden meglátszódik. Nagyon sok. Volt. Fák is. Bokrok. Gázvezetékek. És vannak így a távolban. Edzem a szemeimet. Nem arról, hogy van a tévé, és mi jobban fókuszáljak? Hiába jobban világít a kép, annál rosszabb technológiák vannak. Jó, mint a kadósugárcsövek, az se nem jó. Kell elképzelni, nem volt, nem néztem semmilyen tévét, addig még sovány voltam. És egy idővel megromlottam. Túl sok tévé nézéstől rá akarták szoktatni olyan szokásokat, mint a tévé, utánzatok, szociális médiák figyelése, trendi divatok másása, amik ellen már tudom már hány éves korom óta titakoznak. És itt van, és meglátszódott a testi elváltozásokat okozott. Meghíztam, voltam 130 kiló, most még van 102. Tovább kell folynom meg izmosítani magamat, hogy egyszer nem kell a tévé. Nagy valószínűséggel, aki folyton a virtuális világban pihenik, azon 20 év után megkaptam. Nem lesz tiszta a gondolkodása. Itt a valóságban kinek is kell tiszta elmélyű egyén? Hát nagyon senkinek sem. Egyszerűen érni a kevéssel. Mindenne? És már Máli Biográdnak a területén vagyok, vadász területén. Ez különböző az Ornatica egy régi része. Mindent tartozik, szoktak vadászni. De jó tudom mostan a között a vadász szezon még. Nem találkozok velük. Novemberben persze találkoztunk is már vadászokkal. Nézzétek meg ezt a tájat. És ezt a lehet edzni a szemet. És nem azt ad, hogy mostan nézni itten ilyen filmszínészeket. Én nem tudok filmszínészeket. És nagyon rossz filmszínészeket sem, mert én nem tisztem. Egyszerűen akkor is tudtam azt ad, hogy nem kell. Ez a hűtésnek a formája. Legnagyobb. Ez ki, hogy vannak etetve a őzök. Itten komoly minden lehet. És az idő múlását, aki folyton csak a filmeket, sorozatokat nézeget, nem veszi észre. Az megszokja, bemegy, ledolgozik 12 óra osszát, aztán hazaér, isző, megjavítja a szükségleteit. És már megvan. Erre tudod, a film, meg a sorozat, nem veszed észre az időnek múlását, a jövőre kihatását, se a múltulat.
Hát ez a napi első témánk nem más volt, mint a filmem meg a sorozatokra való rászoktatásnak végre lett. Lesznek még következők is. Köszönjük a figyelmeteket, szevasztok!